Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este Pécsen. Ahogy már megszokhattuk, kezdjük a mai kérdés-válasz darma is az ómnám mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában, ezt recitáljuk el hétszer egymás után közösen. Köszönöm szépen. Hálás vagyok Tamás igen kitűnő bevezetőjéért, hogy a meditáció jelentőségéről tapasztalati alapon beszélt. És örülök, hogy ennyien egybeültünk azért, hogy a tiszta tudatról többet megtudhassunk, és helyesebben, sikeresebben gyakorolhassuk. Jojo kutyája már velünk van. Egy kicsi butha itt szaladgált a bevezető alatt, és van egy csomó gondterhet felnőtt előttem. Az igazi kérdés, hogy rájöttünk-e már, hogy miért vagyunk itt? És hogyha nem, akkor ebben segíthet az a remélhetőleg sok kérdés és nagyon sok rövid válasz, amit ma este hallhattok. A zen a szanszkrit gyána szóból jön, a gyána szó szerint elmélyedést, egyévvállást, megtisztulást, az eredeti értelem megtapasztalását, ezt mindent jelenti. Úgyhogy ha valaki a tudat tisztaságán dolgozik, akkor előbb-utóbb eléri igazi önvalóját, még akkor is, hogyha a tant magát csak a mindennapi élet harmonizálására és a szenvedés csökkentésére használja fel. Még semmi más nem tett, csak rendbe akarta rakni a szobáját, a lakását, a házát, a munkahelyét, a párkapcsolatát, a családját, a tudatát, esetleg valami nagyobb identitást, és ekkor még csak a szó jó értelmében vett világi alkalmazása történt meg a tannak. Még nem kérdeztünk rá, hogy mi az, ami egyszerű és tiszta, túl van életen és halálon. A tanban az a jó, hogy működik kicsiben, közepesen és nagyban. A darma öröme elér mindenkit a kezdetben, középen és a végén. Nincs olyan emberi élet, amely tökéletes lenne, amely elégséges lenne, amely mentes lenne a függő viszonyoktól és mentes lenne a mulandóságtól. Mennyi energiát teszünk az életbe, pontosan olyan minőségű életet élünk. Mennyi energiát fordítunk egymásra, mennyire figyelünk a családtagjainkra, az embertársainkra pontosan olyan minőségű családi életet és társadalmi életet élünk. Az ok és okozat törvénye világos. Az elmúlt pár ezer évben nagyon sokat foglalkoztunk azzal, különböző vallások, utak, iskolák formájában, hogy választ találjunk az élet mély kérdéseire. Keleten a buddhizmus nem izmus. Ez egy nyugatról ráakasztott címke. Nincs olyan végződés az ázsiai nyelvekben, hogy izmus. Koreaiul a buddha útja bul do. A buddha tanítása bul kyo. A buddha tudat, amely a megvilágosodás felé tör az emberben, az a bul shim. És egyszer sem nevezik abszolútnak, vagy izmusnak, vagy valami, amely minden más fölött állna. Ahogy a bevezetőben hallhattátok, minden jelenségnek ugyanaz a lényege. A nem szóba fogható, nem név, nem forma, de mégis tapasztalható lényeg, mert ez az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel, és legfőképpen kimondja a megkülönböztető tudatosságoddal, hogy én ezzel megnyitja a lehetőséget, a tudatosodás magasabb fázisai felé, és megnyitja a mélységet az egoitás egyre keményebb börtönének tapasztalata előtt is. Mit szeretnél? Hová akarod vinni az énedet? Ahogy hallhattuk, egy idő után nem tudunk hazudni magunknak, és szembe kell kerülni azzal a fogalommal, hogy soha többet nem tudunk visszamenni egy olyan állapotba, ahol az én ne lenne jelen de letisztul-e? Megtapasztaljuk-e énünket valódi mi voltában? Vagy csak én képeket tapasztalunk? Ideákat és illúziókat tapasztalunk? Válsághelyzetben eltűnő és elszökő teóriákat tapasztalunk? És a meditáció azért fontos, hogy jussunk el addig a szilárd talaig, amelyre lehet számítani, lehet építeni, ha kell föl lehet mérni. Képzeld el, hogy Ádám és Éva mielőtt abból a bizonyos almából, ugye Ádám fogyasztott volna, Éva azt mondja, kedvesem, itt van ez a szép kert, nem érjük föl előtte? Hát, ha be kell jegyeztetni valahova. És az édenkert helyrajzi számát azóta sem tudjuk, mert nem mérte föl senki. Csak azt tudjuk, hogy elkerültünk onnan, és a kozmikus rendezési terv a mai napig az elfogadás folyamatában van, hogy egyszer-csak majd visszakerüljünk oda valahogy. Ennek a rendezési tervnek mindannyian a részesei vagyunk. Nincs külön képviselő testület, és mindannyian hozzuk a határozatot. Pillanatról pillanatra döntünk, hogy milyen tudattal szeretnénk élni. Pillanatról pillanatra miénk a lehetőség hogy a tisztaság, vagy éppen az elsötétülés felé mozduljunk el. És igen, a középút nem szélsőségekben gondolkodik, de a középút nem szürke. A középút mindig ezt a pillanatot a maga ilyenségében mutatja. Ezért, ha a tudatunk tiszta, minden tiszta. Hogyha a tudat nem tiszta, semmi sem tiszta. A jó hír az, hogy mindegyikünknek van buddha természete, Rossz hír nincs, csak rengeteg munka. Ha nem gyakorolsz, nincs eredmény. Ha gyakorolsz, akkor lehet, hogyha helyesen csinálod. És előbb-utóbb az ember helyesen csinálja. Mint ember nagyon megjósolhatóak vagyunk. Kerüljük a szenvedést, a nélkülözést, a gyötrelmeket, a számkivetettséget, és igyekszünk megtalálni és biztosítani a szeretetet, az együttérzést, a harmóniát, a bölcsességet, a kiegyensúlyozottságot? Miért nem tudtuk ezt megtenni össztársadalmi szinten az elmúlt két-három ezer év alatt? Mi hiányzott? Mi volt felesleges? Ha magadban nézel, pontosan meglátod, hogy hol vannak az akadályaid, és hol vannak az erényeid. És azt is megláthatod, hogy amilyen karmára belül dühös vagy, az pillanatok alatt ellened fordul. Ha látod a karmád üresség természetét, tehát a tudat általi teremtettségét, akkor nem jónak vagy rossznak bélyegezed azt, ami benned van, hanem időzítesz, helyzetet ismersz föl, kapcsolatot teremtesz. És ebben a pillanatban világossá válik, hogy éppen milyen karmára van szükség, pontosan milyen beszédre, gondolatra, érzelemre és cselekedetre van szükség ahhoz, hogy te és a többiek körülötted együtt járhassátok a felébredés útját amely hétköznapi nyelvre lefordítva egy egyszerű és normális életet jelent. Néz körül a saját családi házadban, annak a környékén, mennyire nagy munka ez, hogy csak egy egyszerű, normális életet éljünk. Hol van az akadály? És állandóan egymás szöges drótjaiba akadunk bele? Állandóan egymás hátán verjük el a port? Panaszkodunk? kivetítünk, átkozódunk, és lehúzzuk egymást a porba. És a jó hír az, hogy erre nincs szükség. Rossz hír megint nincs, csak a saját szokásainkon kéne változtatni. Ez viszont külsődleges eszközökkel nem megy. Nem fogom megmondani, hogy mely szokásod jó vagy rossz. Különösen azért, mert egyik sem jó vagy rossz, csak nem megfelelően időzítettél, nem megfelelően ismertet fel a helyzetet, nem megfelelően teremtettél kapcsolatot, és cselekedtél, és ezért következett be a szenvedés. Ezért hibáztál, ezért nem valósítottad meg a céljaidat. És ez a munka, amit belül el kell végezni, semmi más, mint a fixa ideáktól való mentesség, az illúzióktól való szabadság, az önképektől való megszabadulás. Rendkívül egyszerű, rendkívül világos. Csak tenni kell az utat csak járni kell, az életet csak élni kell, és a tudatot pedig csak tisztítani kell, hogy tisztán maradjon. Kinek van tehát kérdése ma a darmáról és a karmáról egyaránt? Um, azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent pontosan a darma? A darma szó szerint törvényt vagy tant jelent. A darma az ok és okozat törvénye. Kezdet és vég, cselekedet és eredmény, ezek mind szokásokat szülnek. Ezeknek a szokásoknak a működése a darma, a manifestációja a karma. Az a törvény, főleg az idatlan, amit az emberek követnek, az a mi működésünk. Az az a használati utasítás, amelyet oly kétségbe esetten szeretnénk megismerni. Ki vagyok én? Miért vagyok itt? Mi a célom? Kik vagyunk mi? Miért vagyunk itt? Mi a célunk? És hogyha a világ működését megismerem, megismerem saját magam működését is. A természet törvényei és az emberre vonatkozó törvények ugyanazok. De a természeti törvények természetiek, az emberre vonatkozók emberiek, nem cserélendő össze a kettő. A darma tehát az ok- és okozattana a belső és a külső törvény egyben látása. És hogyha ezt megismered, megismered, hogy hogy működünk, mint egyén, mint család, mint csoport, mint társadalom. Mi a viszonyunk a természethez, és mivel a természetet sem értjük, azt sem látjuk tisztán, ezért le akarjuk győzni, és az eredménye az, hogy kiírtjuk. Mivel magunkat sem látjuk tisztán, ezért félreismerjük embertársainkat, és a konfliktusokat vagy kabzsiság, vagy harag alapú megoldásokkal szeretnénk elsimítani. Onnan tudható, hogy nem sikerül, hogy ezek a hamis megoldási módok újra termelik a problémát, sőt súlyosbítják az eredetit. Úgyhogy a darma megismerése kulcskérdés. Ha nem látjuk meg, hogy hogy működünk, nem tudunk együtt működni. Ezért a darma a legfontosabb, ismerd meg kicsiben, közepes méretben és nagyban. És amikor az egész világegyetem darmáját ismered, szanszkritul szanátana a darma, akkor végre béke van benned. És ekkor ezt a békét a jelenléteddel és a példáddal ki tudod sugározni. A meditációban először egy rakás karmát látsz és ez eleinte zavar, és hogy meglátod a zaj működését, azokból előbb-utóbb jel lesz. Úgyhogy ismerjük meg a darmát. Egyéb kérdés? Hát jól értem-e a zen tanításában, hogy elsődlegesen a darma megismerését célozza, és talán ennek a darma megismerése függvényében ismerhetem meg a magam karmáját, mert nagyon sok gyakorlat meg előző életekbe való visszamenetel mind azt ösztönzi, hogy a magad karmáját ismernek, de most a te tanításod szerint, az en szerint úgy értelmezem, hogy elsődleges a darma megismerése. A, ha megnézed a tíz Bika történetet, ott tényleg először a Bika nyomait látod, tehát a karmád lenyomatát, utána a Bika hatalmas barna tomporát, és csak utána a negyedik kép környékén kezd el megtisztulni, és látod mondjuk a fejet fehérnek. De nem maradunk meg a karmánál, hiszen a karma eredetileg üres és teremtett és mulandó. Azért látjuk a karmát, hogy megismerjük a darmát, annak a működési módját, mert ha nem, akkor nem kerülhetünk autonóm teremtő pozícióba, nem tapasztalhatjuk a tudat szabadságát, amelyet teremt, Felajánl, megtart és lebont. Az ember nem a karma az elsődleges. A tudat az elsődleges. Ez a tudat teremti a karmát a gondolatokon, érzelmeken, beszéden és cselekedeten keresztül, az érzékszervi hatásokon keresztül. Ha nem ismerjük meg a tudatot, akkor csak a karmának a folyamát látom ezért nem helyezünk nagy hangsúlyt a karma struktúrálására, osztályozására, előző életekbe való visszamenetelre. A zenben egyszerűen és tisztán a pillanat tudatossága fontos. Mit csinálsz most? És a melléktermék az, hogy minden, ami a pillanat tisztaságának az útjában áll, az megjelenik. Tudatosodik. És utána pedig visszakerül a megfelelő helyére, a tudat folyamba. Mihelyt a dualisztikus hozzáállás megszűnik, a karma megszűnik uralkodni rajtad. Amíg jónak vagy rossznak gondolsz valakit vagy valamit, az uralkodik rajtad. A dualitással széttörted a saját tudatodat, elvesztetted a teremtő képességedet, a látóképességedet, az álló képességedet, mindent, és akkor a jelenségvilág úgy tűnik, hogy meghatároz téged. És akkor felordítunk, hogy micsoda sorsom van, mert elvesztettük az utat, elvesztettük a tiszta tudatot, és így a karmád betölti az életedet. Nincs nagyobb tér, nincs jobb rálátás, nincs jobb döntés, nincs választási lehetőség. És hogyha a tudatod tere tágabb, mint a karma, amelyet tartalmaz, akkor bizony az úton jársz, akkor tudatosan döntesz. Ezért kulcskérdés a tudat működésének megismerése, és ekkor a karmát tisztán lehet használni. Ö, még egy gyors kérdésem lenne. Nagyon ö, sok helyen nagyon könnyen és egyszerűen használják a test lélek, szellemnek az egységét. Én, nagyon Én előadásaidban nem igazán hallottam erről. Most kezdem egy kicsit talán megérteni, hogy, a zen mire helyezi a hangsúlyt. De hogyha az zennek van véle, tanítása a lélek és a szellem azonosságáról, vagy különbözőségéről, világítsd meg ezt nekem, légy szíves, mert ezt én még helyére nem tudtam tenni ennyi idő alatt. Köszönöm kérdésed, és most egy súlyos önvallomással tartozom. A zen nem foglalkozik úgy a test, lélek, szellem hármasságával, mint a nyugat. A nyugat viszont annyira, hogy megnézed, a nagyobb egyházatjákat, filozófusokat, tudósokat, és mindegyiknek egy picikét más a lélek és szellem fogalma, néha még a testé is. A mahajána, ezen belül a zen, nagyon sok olyan modellt közöl, ahol a test, a lélek és a szellem vagy a látó viszonyáról mond valamit. Röviden, a test az a hardware, a lélek a szoftver, és a szellem, vagy a buddha természet, vagy az önvaló, ezek szinonimák itt, az az operátor. Minden hasonlat sánti, de ez még így használható. Tehát a lélek, amelynek önálló léte nincs, de önálló karaktere van, a felhalmozott és megkötött gondolatok, érzelmek, emlékek, múlt, jelen és jövőkép miatt, ez a lélek rendelkezik önképpel, és ez a lélek tudatosságnak az akadálya. Ahogy a lélek tudatossága növekszik, úgy a szellemi út megnyílik. Tehát a keleti buddha természet az itt rokon a szellem szóval, vagy az igazi önvalóval, hogy egy picikét bátran messzebbre menve az isteni szikra kifejezéssel. Erre a látóra vagyunk kíváncsiak. Az operátorra vagyunk kíváncsiak. A lélek tartalma, tehát a szoftver, rendszer és alkalmazás tartalma, az másodlagos. A test meg harmadlagos. Úgyhogy, ha így nézed, akkor ez leegyszerűsíti a képletet, és a fogalmakat sokkal gyorsabban letisztázhatjuk azért, hogy tevőlegesen haladhassunk az úton, és ne kelljen már annyit gondolkodni, és a kognitív metaréteget réteget újraépíteni, újra és újra elgondolni, újra és újra magyarázni, utána megöregszünk és meghalunk. Megnyugtattál, köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Hát én nagyon egyszerű dolgokra lennék csak kíváncsi, hogyha önmagam megfogalmazásával beléptem a dualitás világába, akkor mi lehet a különbség a között, hogy egy nap megtörténik vagy megvalósul? Általános a kérdésed. Kérdez valami konkrétat. És akkor használható választ tudok neked adni? A kérdésem az egészen konkrét, mert. Uh, nem tartalmaz semmit. Elmélet. Kérdezz valami gyakorlati, amin van mit fogni. Akkor az lenne a kérdésem, hogy uh, tulajdonképpen a nemzetek és az abban születtek, azok miért oda születtek, ahova születtek? Tehát valaki miért születik magyarnak? Vagy tibetinek, vagy japánnak, vagy kínainak, vagy akármilyen más nemzetfiának. Ezt hívjuk a csoportkarma és az egyéni karma egybeesésének. Tehát, ha te úgy döntesz, hogy veszel egy vadászpuskát a megfelelő engedélyek kiváltásával, vadászruhát is öltesz, elmész vadászatokra, ott vagy, ahogy a terítéket szétoztják, ott vagy a különböző lakomákon és egyéb társadalmi funkciókon, akkor előbb-utóbb téged vadásznak hívnak, és a vadásztársaság tagja leszel. És hogyha ezt különböző országokban teszed, akkor te nemzetközi vadász lettél. Tehát jól látható, hogy ez a karma fölépíthető. És ekkor te, akárhányszor, akármilyen országba mész, mivel te vadásznak tudod magadat, ezért legelőször a vadásztársaságba mész el. Az lesz a primér identitásod, az esetleges fér, család, apa, munkavállaló és egyéb mellett. Így kiépítettél egyéni döntések alapján egy világos csoportkarmát. És hogyha te már ráuntál erre, és belül azt látod, hogy én nem szeretnék többet vadász lenni, akkor eladod megfelelő módon az összes törvényes feltételt kielégítve a fegyveredet, visszaadod a ruhádat, nem mész el többet vadászatra, nem jársz ilyen társaságba, nem beszélsz, cselekszel, gondolkodsz és érzel úgy, mint a vadászok, és ezzel megszünteted ezt a karmát. És amikor további országokba mész, akkor a turista látványosságok lesznek az elsők, és nem a vadásztársaságnak a felkeresése, mert ez az identitásod megszűnt. Ezen az alapon nézzük meg, hogy bennünk mi az, ami magyar születést eredményezett. Mi az, ami karmikus szinten közös bennünk, magyarokban. És akkor rájövünk a tényleges nemzet tudatra. Nem arra, amit különböző helyekről sugalnak, írnak és sugároznak feléd, hogy hidd el, hanem a valós nemzeti karmáról beszélek, amely miatt mi ténylegesen Magyar anyanyelvűek lettünk, ebbe az országba, vagy a Kárpát-medencébe, esetleg egyéb diaszporába születtünk, és így rájöhetsz arra, hogy ez a karma benned hogy működik, miután a környezetben nagyban ezt észrevetted. És akkor dönthetsz, további ilyen karmát építesz föl, megtartod a jelenlévőt, vagy lebontod. De a földi élet, az inkarnáció egy elképesztő identitás kényszer. Senki nem akar senkiként létezni, no personként, tulajdonságok nélküli emberként létezni. A felelősségünk az, hogy rálásunk az identitás teremtett voltára, hogy ezt mi aktívan pillanatról pillanatra újra teremtjük, fenntartjuk, vagy esetleg lebontjuk. De hogy valakinek kell lenni, ez biztos, csak átlátjuk-e, hogy hogyan épül föl ez az identitás tudatosan felépítjük-e, vagy sem. Ez rajtunk múlik. A válasz tehát mindenkiben magában van. Ebben a csoportban egyszerre van. Ebben az országban, a kárpát medencében és a diaszpora magyarságban egyszerre megvan. És mindenkinek úgy érzem, erkölcsi, emberi kötelessége felfedezni azt a karmát, amely idehozta, amely magyarként inkarnálta őt, és jobb, már csak módszertani szempontból is, hogyha ezt te magad fedezed föl. Mert így a te tapasztalatod, és a saját tapasztalat elől nem lehet elmenekülni. Dolgozz azzal a kérdéssel idebent, ha szeretnél, hogy mi a magyar, és nézd meg a válaszokat. Nézd meg azt a hatalmas tulajdonság sort, ami megjelenik benned, és dolgozz a kérdéssel, ha kell hetekig, hónapokig, évekig, hogy benned letisztuljon, és a külvilág megfelelő visszacsatolást adjon, és ezzel a módszerrel tudsz igazából haladni, mert autonóm módon, tisztán látva tapasztaltál, és nem valamiféle ideológiát, történelmet vagy egyéb izmust hittél el. Erre a tiszta tapasztalásra szeretnék serkenteni mindenkit. Egyéb kérdés? Minden embernek van egyfajta igazságérzete. A kérdésem első felé, hogy ez az igazságérzet ez honnan jön? A másik része a kérdésnek, hogy ez nagyon sokszor ütközik ugye a külvilággal. Ezen, ezen szempontjából milyen aspektusban lehet ezt megközelíteni? Számodra mi az igazság? Akkor mit is kérdeztél? A zenben az a gyönyörű, hogy a külvilág és az igazság, illetve a belül tapasztaltak nem különbözőek. Mennyi háromszor három? Kilenc. Ez igaz. Ez, ez gyönyörű. Milyen színű a függöny mögöttem? Drop. Ezt ma este elfogadjuk. Látod, hogy ez nem ellenkezik a külvilággal? Hát elsősorban lásd tisztán, haj tisztán, gondolkodj és érez tisztán, és ebben a pillanatban ne akarj egy abstrakcióban igazat találni, egy rendszerben igazat találni. A logosz kényszere Európában azt jelenti, hogy valamilyen sűrített tudásanyagban modellezni szeretnénk a valóságot, és azt szeretnénk, hogy ez a modell megfeleljen a valóságnak mindig, minden pillanatban. És a belátás, a közvetlen tapasztalat ezt a meta réteget feleslegessé teszi. Ez a dharma tapasztalatának az útjában áll, hogy egy állandó gondolati tevékenységből szeretném a valóságot levezetni és magyarázni. És amire nincs magyarázat, az akkor nem is létezik. Viszont ha valamit meg tudtam magyarázni, akkor az biztos, hogy úgy van. Nézd meg az illúzió teremtés hihetetlen működését. Ebben a pillanatban tapasztald az igazságot. És akkor meglátod, ahogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Egyéb kérdés? Köszönöm. Lehetek konkrét kérdéssel? Szerep, Szeretném, jó. hogyha az lennél, de nem ha, vagyok családterapeuta. Igen, Mondjad. igen. hogy ö, ha mondjuk nézem a híradót, és nagyon bosszantanak az ott lévő igazságtalanságok, amit én gondolok igazságtalanságnak, akkor én, mint magyar ember, ezt hogy kezeljem? Ki hogy... kell kapcsolni a tévékészüléket. <laughs> Jó, akkor internet vagy emberek, szóval ez eléggé. Öm... Ki kell húzni a villás dugót a falból és valami finomat főzni a családnak, és élő emberrel beszélgetni, ez nagyon jó. De ő is arról beszél, hogy igazságtalanság van, és hogy erre mi lenne a bölcs, hogy ha látok úgymond a világomban, Magyarországon számunkra igazságtalanságot, ezt hogyan kezeljük belül, lelki szinten vagy tudati szinten. Köszönöm szépen. Ezt úgy kellene kezelni, hogy az ember a külvilág dualitásától mentesen tartja a tudatát, látja, de nem azonosul vele. Mert amíg ez téged dominál, megfertőz, determinál, addig nincs megoldás, mert ugyanabban a mókus kerékben vagy, ahol az igazságtalanságot tapasztalod. Tehát benned a tisztánlátás, a stabilitás, a mozdulatlan, tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, az igazság látásának a záloga. Ez a tükör mutatja, hogy mi az igaz és mi a hamis. És amikor ez megvan, akkor benned biztonság és béke van, még akkor is, hogyha a külvilágban nincs. Most ezek után tudsz az emberekkel tényleg beszélgetni, és akik hasonló módon látnak és gondolkodnak, azok előbb-utóbb közel kerülnek hozzád. És ekkor lehet megbeszélni azt, hogy mit tegyünk közösen. Nem hinném, hogy bármilyen ideológia vagy külsődleges rendszeralkotás vagy rendszerbontás megoldáshoz vezetne. Ezt elkövették, főleg itt Európában, az elmúlt évszázadokban nagyon sokszor, és mindig katasztrófa lett a vége. Csak az elmúlt 100-110 év európai történelme nagyon-nagyon sok és tragikus példát hozott arra, hogy mi történt akkor, amikor elvesztettük emberi tartásunkat, és olyan külsődleges eszközökkel akartunk igazságot tenni, amely a legigazságtalanabb világhoz vezetett. Ezért találd meg magadban először az igazságot. És hogyha a 20. századot túl bonyolultnak találod, akkor legyél szíves azt a körülbelül 30 évet tanulmányozni, amely a francia forradalom kitörése előtti pár év, és Napóleon halála utáni időszak. És az európai civilizáció összes betegsége, összes szenvedélye, összes lehetősége és kudarca benne van, úgyhogy magunkon keresztül tapasztaljuk ezt, a tudattal kezdjük ezt, és ekkor megfelelően tudunk társulni megfelelő döntéseket tudunk hozni közösen úgy, hogy a problémákat nem termeljük újra. Onnan veszed észre, hogy a döntések és a cselekedetek helyesek voltak, hogy megszüntették a problémát, és nem fordult elő újra sem évek, sem évtizedek múlva. Így az igazság helyes működéshez vezet, helyes funkcióhoz vezet. Az igazság látása még a legalaposabb legvilágosabb tudat esetén is csak legjobb esetben 50 százalék. A másik 50 százalék az a helyes cselekedet, amit ráépítünk. Tehát nekem csak az lenne a kérdésem, hogy a te véleményed szerint egy spirituális úton lévő embernek mi az a gyakorlat, ami a leggyorsabb és a legjobb előrehaladást tudja megteremteni? Mi a leggyorsabb számodra? Milyen időhatárral gondolkodjunk? Hát ő... Nem időbe, csak a minél, minél, nagyobb lép, minél nagyobb lépésekbe. Akkor a hétmérföldes csizma boltjába elmegyünk, és megvesszük azt a hatalmas lábbelit, amivel egy lépésben a nirvánába lehet menni. Ez a Dharma Shop. Uh -huh. Egy csomó egyéb tárgy mala, szent kép, tehát az egy lépéssel a nirvánába, az ott van. Amikor felveszed a dharma hétmérföldes csizmáját, akkor egyből ide visszajutsz. A titok az, hogy nem kell menni sehova. Nem kell eljutni a túlsó partra. Ebben a pillanatban, ha a dualisztikus gondolkodástól megszabadulsz, szabad vagy. Ha megszabadulsz az illúzióktól, tiszta a tudatod. Ha megszabadulsz a hamis önképektől, igazi önvalódat tapasztalod. Nem kell menni sehova. Tehát azt a fajta téveszmét vagy hamis koncepciót számoljuk föl, hogy az út olyan, mint A városból B városba eljutni. Szamszárából nirvánába. Ehelyett jobb hiány tekintsünk befelé. Ez azért nem teljes, mert valójában a külső és a belső egyéválásának a tapasztalata hozza el a lényeg tapasztalatát, a felébredés tapasztalatát. Amikor megszűnik a külső és a belső közti fal, amely te magad vagy, ahogy azt a templomi szabályaink egyik költeménye mondja, ha lebontod a falat, mi magad vagy, végtelenné válsz térben és időben. Ez elég gyors? Igen, igen, ez, erre voltam kíváncsi. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni, hogy beszéltél arról, hogy jó és rossz közötti különbség. Én hajlamos vagyok jó és rossz között különbséget tenni, és el szeretnék jutni arra a pontra, hogy elfogadó legyek, és ne ítélkezzek. Ezt hogy tudom megtenni? Az ítéletmentes magatartás nemhogy nem zárja ki, hanem szizellálja és finomítja a jó és a rossz közötti különbségtételt. Ugyanis ha meglátod, hogy eredetileg nincs jó és rossz, akkor eljutsz a jelenségek tényleges működéséig. Tehát a tiszta, a tiszta, a szennyezett, szennyezett. És akármennyire is elfogadó magatartást tanúsítasz, a mosógépet be kell indítani, szennyes ruhát kimossuk, és nem megyünk antiszociális illattal semmilyen emberi közösségbe még a szomszéd szobába se. És akkor azt mondja, hogy veled meg mi történt? Csak elfogadó magatartást tanúsítok, remélem te is. Igen, csak zuhanyozzál már le, legyél szíves. Jó. Tehát vigyázzunk, mert a tiszta-tiszta, a szennyezett-szennyezett, a szenvedés-szenvedés, a boldogság-boldogság, de ezeknek a lényegét, a keletkezését, a megtartását és a megszűnését, ezt ismerjük föl és ne jó és rossz címkékkel igyekezzünk leegyszerűsíteni a dolgot, mert ez a megoldás, vagy a helyes cselekvés útjában áll. Ehelyett ismerjük fel a valós okozati viszonyokat. Ha katonaként te egy egyhetes hadgyakorlaton nem váltasz inget, és veled együtt senki sem, az rendben van. Mert utána ezred fürdő van, és lapáttal a szennyes szépen pakoljuk be zsákokba. Szó szerint. De hogyha te egy nap elmulasztod a megfelelő parfüm és elmész a szokott szociális környezetedbe, akkor a... Na mi a baj? Jó? Tehát nézzük meg, hogy hogyan működnek a minőségeink. Az okozatiság folyamatai hova vezetnek? És akkor pontosan azt fogadjuk el, amit el kell fogadni, és azon változtatunk, amin változtatni kell. Az baj, hogyha csak később jövök rá, hogy, hogy mi lett volna a, a, a helyes döntés. Nem, sose később, mert végre rájöttél. Aztán nőjél föl hozzá. Okay. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogyha van egy... Felismerünk egy változtatási helyzetet, szeretnénk változtatni, és felismerjük azt, hogy mik a hamis utak, amik újra termelik majd magukat, és eljutunk addig, hogy a személyes példamutatás meddig terjedjen a példamutatás. Mert a sok példa az már egy feladatsor, abba a legjobb diák is belefárad. Tehát meddig terjedjen a személyes példamutatás. Induljon el a személyes példamutatás keleti irányba, és várd meg, amíg nyugatról visszaér. És amikor körbeért, akkor tudod, hogy helyesen cselekedtél. Az én kérdésem az lenne, hogyha ítéletmentes vagyok, és uh, hát akkor én nem tudom, mi a jó és mi a rossz, akkor hogyan tudok dicsérni és motiválni egy gyermeket? Nagyon jól. A gyermek magatartása teljesen világos. És ezért, ami megerősítendő, az dicséred, ami pedig egy kicsikét visszafogandó, azt nem nagyon kommentálod, mert amire negatív hangsúlyt teszel, az erősebb lesz. Tehát a gyerek figyelmét, irányvételét a megfelelő helyre, a megfelelő motivációs segítségével irányítani kell. És a figyelmének az irányítása a cselekedetek irányításával fog párosulni. Tehát erősítsd meg, ami pozitív, és vedd ki az energiát abból, ami ott és akkor helytelen és negatív. Tehát a szülők ítéletalkotó magatartása az a tragédiája a gyermeknevelésnek. Ezért a megkülönböztető bölcsességet add meg nekünk ma, és ments meg minket az ítéletalkotó magatartás poklától. És így látod azt, hogy mi a tiszta, mi a szennyezet, mi a helyes, mi a helytelen, de nem fogsz senkit se rossznak vagy jónak mondani. Rendben? Rendben, köszönöm. Szívesen. Mi az alázat, és hogyan lehet az gyakorolni? Miben segíthetek? Foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és... Már meg van válaszolva. De hogy... Nem elég? Nem. Hogyha beszélek az alázatról, akkor onnantól kezdve nem vagyok alázatos. És... Lehet. Nem magára biztos. akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy mit gondolsz az alázatról? Miben segíthetek? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni tőle, tudod, hogy végigjártam a, a kaminót, és hogy még nincs meg a kérdés, de majd mindjárt meg lesz a végére. És hogy ott, ott, annyira, ott annyira könnyű volt, ott, ott, ott úgy éreztem, hogy, hogy ott, ott önmagam vagyok, olyan, amilyen. Amilyen előtte nem, meg amilyen nem most. és hogy, És hogy hogy szerinted ezt, ez csak azért van, mert, mert szép a táj, mert nincs felelősség, mert nem kell befizetni a villanyszámlát, és jókat sétál az ember, vagy pedig ezt a könnyedséget, ezt át lehet élni, vagy tenni, vagy nyilván előhozni az hülyeség, de hogy, vagy így emlékek szintjén, de hogy mégis azt így nem, nem lehet valahogy Üm. Át, az az érzésem, érni. hogy még egy kaminót végig kéne járnod. Hát fogok is, de nem, hogy így. Az majd megadja a választ. Egész évben sétálgassak, szóval nem érni, így. De van olyan, hogy a lét elviselhetetlen könnyűsége. Nem olyan könnyű az. Azért. Van olyan, hogy már annyira sikerült a felelősséget, vagy a lét súlyát magadról levenni, hogy már az a sok. Az lesz elviselhetetlen. Tehát van ideje a pihenésnek, van ideje a kemény munkának, van ideje az egyszerű vándorlásnak, és utána a visszatérésnek, és a családi élettel való újabb foglalatosságnak. Hogyha egy döntési helyzetbe vagyok, akkor hogy tudom elűzni a gondolatokat, és tényleg arra fókuszálni, ami, ami a, a, belső, a belső hang, és, és hogy az a jó irány, amire mennem kell, amire hallgatnom kell? formálj a döntéshelyzetből kérdést. Amikor az emberek nem tudják, hogy mi a dolguk, meg kell kérdezni belül, mi a dolgom. Belül tisztán látod a dilemmát, megkérdezed, mi a helyes. És előbb-utóbb az eseményhorizontból kiugrik valami, vagy valaki. És enged, hogy a tudat tükre előtt ez megjelenjen. Engedd azt, hogy az okozatiság mátrixa, hálózata fölfedje magát néha olyan gyorsan lezárjuk a tudat látóképességét, hogy igen, ezt akarom. És mi lesz a következménye? Megkaptad. Utána mi lesz? Elvesztetted. Abból mi következik? Társultál. Mi lesz a társkapcsolattal? Családot alapítottál. Milyen család életet élsz? Tehát az ok és okozat törvényét nem látjuk, mert nagyon sokszor nem akarjuk látni. És a döntéshelyzet pont erre a megállásra és belelátásra kényszerít. A megállsz és belelátsz kettőse minden keleti hagyományban benne van. A samata vipassjaná, pontosan ezt jelenti. A samata az a tudat megállítása, mozdulatlan tétele. A vipassjaná pedig a belátás, amikor ez a gyönyörűségesen működő tudati tükör elkezd végre működni. Kóriai ez a kanhuászon, a kan az a felfogás, a a jelenség, a szont pedig a meditáció. Tehát a jelenségek helyes látásának a meditációja, legyen az belső vagy külső. És engedd a tudat terében megjelenni a dilemmát, a döntéshelyzetet, a kétséget teljesen. Teljesen. És tedd föl, hogy mi a helyes. És ez nem önzés. Ez nem részrehajlás. Nem azt kérdezted, hogy mit akarok vagy nekem mi a jó, vagy hogy jövök ki ebből jobban, mi a helyes, és a lélek tudja. A lélek tudja, csak enged, hogy a tudat felszínére jöjjön, és kapcsolt ki az önvédelmi mechanizmusokat, de egyben lásd, hogy a feljövő döntés, mint modell, mit eredményez. És hogyha valahonnan máshonnan jött az impulzus, valami karma egy picit oldalba nyomta, ha nem tiszta, akkor küld vissza nyugodtan a tudat felszíne alá ezzel visszatérsz a kérdéshez megint. Azt látod, hogy az az impulzus nem megfelelő döntést eredményezett volna, nem megfelelő következményekkel járt volna, és ezért a kérdést újra felteszed, az energiát visszaforgatod, a tudat tisztaságát, tárgyatlanságát helyreállítod, és indul a folyamat újra. A védelmi mechanizmusokat is kérdésekkel ki tudom küszöbölni. Csak is azzal tudod kiküszöbölni. Jó, köszönöm. Ha állítasz valamit, arra jön egy ellenérv, ott az önvédelem. Én a szerelemről szeretnék kérdezni. A szerelemről? Igen. Okay. Csak is eddigi tapasztalataimból tudok kiindulni. Azt látom egy utólag, hogy az ismerkedési fázisban egy ilyen elképesztő nagy színészkedés volt, legalábbis részemről, meg az eddigi lányok részéről is. És felruháztuk magunkat és egymást is olyan ö, tulajdonságokkal, amik valójában nem léteznek, de mi szeretnénk, úgy szeretnénk látni ezt az egész dolgot. És ö, lényegében arról szólt, így eléggé sarkítva a dolgot, hogy ö, a másikat így, így megszerezzem, vagy megszerezzük. És van -e esetleg ezt meghaladó szerelem, vagy ö, olyan, ami nem birtoklásról szól, vagy vagy nem, ilyen, nem ennyire ösztönvezérett. én eddig nem tapasztaltam, és ezt szeretném tudni, hogy... Van, de ehhez egy kicsit mélyebb önismeret és társismeret szükséges. Tudsz táncolni? Hát nem nagyon. Meg kéne tanulni, mert anélkül normális szerelem nincs. Tehát, hogyha nem tudsz a jánnyal táncolni, akkor nem veszed észre, hogy ő pontosan úgy megy, ahogy vezeted és közben hajszálpontos visszajelzést ad róla, hogy ez neki jó-e, vagy sem. És ez azért fontos, mert ő pontosan eljátsza azt, amit adsz neki. Tehát ha te színészkedsz, akkor látja, hogy ez az a nyelv, amin keresztül tudtok társalogni, és ő még jobbat alakít. Hallod? Na! Tehát nem színészkedünk te legyártasz egy önképet, és tízezret kapsz cserébe, és egy válasszát, Tehát melyikkel hűítselek meg kezdetű jelenet? Tehát tessék szíves kockázatot vállalva önmagadat adni. Tudom, hogy ez már nagy kockázat, de akkor is. És ekkor egy őszintébb kapcsolatot tudsz kiépíteni, és hogyha a freudi erotikus feszültség kellően jelen van, és nem megmagyarázom, ugye, az előbb-utóbb kiderül, napnyugta után nem sokkal, hogyha egyszer felruháztam, akkor mi lesz belőle ruhanékű? És akkor ez a fajta szenvedély, vagy éppen vágyteli, gyönyörűséges, egyéválló, tüzes egység valami nagyobbnak át tudja adni a helyet, úgy, ahogy a hordozó rakéta mondjuk a pályára állítja a műholdat. Tehát igenis szükség van egy nagyon erős szerelemre ahhoz, hogy később a társat el tud viselni. Meg ő is téged. Hát enged, hogy a gyönyörűséges élvezetek hordozó rakétája megfelelő pályára állítsa a közös műholdat. Mert különben visszazuhantok a kétség légrétegeibe, és elég a kapcsolat. És akkor már más értékszempontok merülnek föl. Ez olyan hat hónap, egy év. Tehát egy év után ez teljesen megváltozik, ott van az a tűz, ami az indításban volt, de már más lesz a fontos. Ha van gyerek, ha nincs. És ekkor a ragaszkodás helyett inkább lojalitás lesz, a birtoklás helyett elkötelezettség lesz, az elvárás helyett segítség lesz, előbb-utóbb. És azért érdemes valami tisztító mechanizmus gyakorolni belül, akármilyen szellemi iskoláról legyen szó, mert az érzékszervi tapasztalatok hordaléka rajta marad a lelken, azt újra és újra le kell onnan pucolni, hogy tisztán tudja másikhoz viszonyulni. Ha nem, akkor állandóan hódítani akarsz, állandóan megszerzel valakit, és állandóan csalódsz, holott nem voltál önmagad egyszer sem, egy pillanatig sem az egész ciklusban. És újra ismételjük az egészet, hogy na most majd jobban eljátszom, most jobban fogok színészkedni. És közben eltelt tíz év. És mindenek fölött óhoráció. Légy hű önmagadhoz. Így, mint napra éj következik, hogy áll máshoz se lész. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szóval én antenna szerelő a szakmám. Milyen szerelő? Antenna szerelő. És egy elég jó családból származok, azt gondolom ahol a szüleim nem is ismerik egymást. Ez egy érdekes jó család. Mert a szerepüket ismerik. Tehát anyám egy anyagép, apám egy apagép. Ebből adódóan én egy elég jó közegbe születtem, bár apám kőkemény, anyám meg túl lágy. Az egyik a szeretetével folytogat, a másik az akaratával öl. De ettől függetlenül egy jó gyerekkorom volt. Ez gyönyörű ez a fogalmazás. Ezek után én mit mondhatok? Lesz kérdés. Az antenna szerelésbe nagyon szörnyű életeket látok. Ez engem megvisel. Ezt hogy tudom elengedni? Csak az antennát szereld. Abszolút. értem. De ne ragaszkodj a jeltartományhoz, amit emberi karmából látsz. De ott vagyok két-három órát egy ember életébe. A sok. Én egy beszélgetős ember vagyok, és elkezdi pakolni rám a történetét. Mert hagyod. Azért. Nem tudom, nem tudom lezárni. Nem tudom azt mondani, hogy ez nem az én szakmám. Akkor szenvedni fogsz. Szenvedek. Azért vagyok itt. Régi kínai bölcsesség, amikor a nirvánáról volt szó, a szó és beszéd ösvényei lezáratnak, a tudatfolyamatok megszűnnek. Tehát, hogyha nem bontod ki verbálisan ezt az egészet, ha nem adsz lehetőséget annak, hogy te két-három órára lelki szemetes láda légy, akkor nem tudják belét pakolni azt a karmát, amit a panaszkodás, elégedetlenség, tehetetlenség címszavaival rád testálnak, hogy te majd valahogy mondasz valami tutit, és attól jobb lesz, vagy legalább meghallgattad őket, és attól jobb lesz. Nem lesz jobb. Nem tudsz mit csinálni vele antenna szerelő vagy, nem terapeuta, nem gyóntató pap, nem lelki doktor, nem életvezetési tanácsadó, antenna ami fantasztikus. A saját antennádnak a jeltartományát tessék szíves rendbe tartani, mert ha nem, akkor olyan zaj lesz, és olyan elképesztő felesleges adás, amit nem tudsz magadból rendesen kitörölni. Miért? Mert tényleg nem tudsz rajtuk segíteni. Ezt megértem, hogy nem, nem tudok. Na, De nem a... tudom kizárni. Tehát érzem. az, hiba. Tehát, hogyha úgy szólsz hozzá, mint puszta megrendelő, akkor az antenna összes paraméterét, felszerelési helyét, csatlakozását, stb. megbeszélitek, fizetés, köszönöm szépen viszontlátásra. Ennyi. Ha ennél többre kinyitod a hullámsávot, katasztrófa. Tehát ezért kell meditálni, hogy ez a fajta döntés minden pillanatban tiszta legyen. Én például tudom, hogyha ennél többet mondok ebbe a válaszba, az már rontani fog rajta, így ezt nem is teszem. Hát lehet, hogy érdekes a kérdés, de én azt szeretném megtudni, hogy az, hogy a tiszta tudatot halljam, vagy és hosszú út vezet oda, azt hallottam. Nehéz hosszú vagy nem is ha nehéz, de hosszú gyakorlat. Ha mindig valaki meditál naponta, vagy avval Elérheti azt, hogy meghallja, vagy észrevegye, hogy a tudata mit mond, és ne az egót hallja inkább? Igen, ezt elérheti. Igen. Akkor még egy olyan kérdésem, aki még nagyon kezdő az ilyesmiben, és úgy érzi, hogy nem tud meditálni. Hogyha gyakorolja, egyszer majd fog tudni, vagy ahhoz kell egy segítő, hogy meg tudjon? Így ahhoz mit. három dolog kell. Tanító, tanítás, tanítványi közösség. De önállóan nem lehet elérni, végül is akkor Csak kell. Csak hozzá... önállóan lehet elérni, de ahhoz kell a tanító, tanítás és tanítványi közösség. Önállóság, autonómia, saját döntés nélkül nem megy. De ha nem tudod, hogy mit csinálj, hogyan és kikkel, hogy működik ez közösségben, kizár dolog. A Budha is, Budhidarma is, a hatodik pátriárka is nagyon komolyan tanult, gyakorolt közösségben, kolostorban, erdei aszkéták között. Társas lények vagyunk, fogjuk föl. Még a meditációban is. Köszönöm. Szívesen. Ott. Az van a kérdésem, hogy el tudnád-e magyarázni, hogy mi a különbség egy felnőtt és egy kisgyerek gondolkodása között? Gyereked a... van? Nekem van, igen. Hát akkor miért engem kérdezze, ott van a gyerek. Ő úgy megtanít, pillanatok alatt. Valójában mire vagy kíváncsi? Mi a, hát a, a különbség? Mi a, mi, a, mi a probléma? Semmi probléma nincs, csak magyarázd el a különbséget. Nem, nem magyarázom. Azért nem magyarázom, mert nem tudom rendesen elmagyarázni. Rengeteg gyereket látok, a tanítványaimnak a legfiatalabbja éppen négy éves múlt, legidősebb pedig 80 fölött van. Tehát nem fogom elmagyarázni, figyeld meg! Ez a megfigyelés, a tisztán látás hogy a gyerek éppen mit tanít neked, és neked mit kell tanítani, akkor a gyereknek. Ez a legjobb tapasztalás. Az én magyarázatom felesleges. Köszönöm szépen. Szívesen. Én szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség a tudat és az elme között, illetve mi a közöttük levő kapcsolat? Hatalmas. Az elme az a kompjúterben a CPU, a központi feldolgozó egység, aki ismeri a tudat nyolc szintjét, az a hatodik, a fogalomalkotó elemző tudatosság, ahol a bot, mint szó, ehhez a tárgyhoz párosul, magyarul. Angol azt mondanám, hogy zen steak. Tehát ez a hatodik, ez az elme. Itt születnek a fogalmak. Az elméhez még hozzá szoktuk tenni a megkülönböztető tudatosságot és amikor azt mondom, hogy ez rövid vagy hosszú, puha vagy kemény, kellemes vagy kellemetlen. Még az elme funkcióiba is beszoktuk tenni az emlékezést, hogy mire emlékezünk és hogyan. Az a tudat, ami ezt látja. A tudat eredetileg nem fogalmi, nem mozduló, nem teremtő, megtartó vagy pusztító. Ezek mind az elmében keletkeznek. És amikor az elme kreálmányaival azonosítjuk magunkat, akkor hisszük, hogy egy abszolút változtathatatlan valóságban vagyunk. Akkor hisszük, hogy tényleg csak három tér és egy idődimenzió van. És ez a hit semmi más, mint az illúziókkal való azonosulás. Tehát az elme működését lássuk, használjuk, de soha ne azonosuljunk vele. Érdekes, hogy amikor szerszám használatról van szó, ezt annyira jól tudjuk. Tehát az ollót használjuk vágásra, a csavarhúzót csavarhúzására, de egyik szerszámot se vigyük be a konyhába, amikor vacsorázni kell. Mert különben nem fér bele az evőeszköz a kezedbe. Ez a tudat, a tudatosság maradjon meg abban az állapotban, hogy bármit láthat, megfoghat és elengedhet. Az elme működése is ilyen. Lásd és használd a gondolataidat helyesen. Lásd és használd az érzelmeidet helyesen, a beszédedet, a cselekedetedet. Az elme működése nagyon fontos, ez tesz minket emberré többek között. De az elme nem az önvalód, az elme nem te vagy. Az elme a lélek része, a létünk része. És az az érdekes, amikor egyszer elcsendesül, és úgy tűnik, hogy nincs. Csak hogy meg... Hova lett? Két gondolat között eltűnt az elme képzete, a hozzá kapcsolódó én képzete, amely a megkülönböztető tudatosságból származik, és mi mégis vagyunk. De ekkor gondolkodás előtt nem merül föl, hogy lennénk vagy nem lennénk. Tehát ismét, ugye, az örök zöldből, lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Ez az elme kérdése. Az igazi önvalódban ez a kérdés nem merül föl, ezt látod, hogy te teremted az életet és a halált. Mit csinálsz most? Mit gondolsz most? Mit érzel most? mit teszel most, mit mondasz, ki vagy te két gondolat között. Ezzel a kérdéssel szeretném megköszönni mindenkinek a ma esti jelenlétet, azt a fajta gyönyörűséges atmoszférát, amelyben a darmát ismét kibonthattuk. Összintén remélem, hogy minél többet találkozhatunk és gyakorolhatunk együtt, hogy járhassunk az úton, megtapasztaljuk eredeti, tiszta önvalónkat, és megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!